Kocsmapult Könnyet csevely a hazai és külföldi képregénykultúra színes kavalkádjáról. Pádár Ádámmal és Szebeni Péterrel Üdvözöljük nézőinket a Kocsmapult legújabb adásában. Szia, Peti! Én Szeveni Péter vagyok, ő, ő pedig, pedig... pádárádám, Ádám, vagyis Pádi. Mai adásban Kuska Zoltán legújabb képregényéről a castitas fogunk beszélgetni. Igen. Igen, pontosan így. A castitas egy latin fogalom, és leginkább vallási vérkekben szokták használni. Ugye szeplőtelenséget, büntelenséget, szűziességet jelent. Egyébként egy elég érdekes címválasztás volt szerintem Koska Zoltán részéről, viszont magához a képregény témájához abszolút illik. Egyébként számomra igazából úgy érzem, hogy Kosinak, mint két típusú képregénye lenne nagy részt, Ugye az egyik ezek a nagyon pörgős, nagyon humoros, nagyon debil, a másik pedig a nagyon világfájdalmas, nagyon depresszív, igen. nagyon lehúzós, és én bevallom őszintén, hogy én inkább a pörgős, debil munkáit szeretem, még ez egyértelműen egy kicsit a, a komolyabb irányba húz, viszont nekem mégis jobban tetszettek, mint mondjuk a Firka Comics utóbbi számai. Mégis volt a másik címe, az Ujujuj, meg ilyenek az új, 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 igen. Tehát, igen, Zoli azért már olyan régóta aktív tagunk, hogy rassan azért már rangsorul Hagyjuk magunknak a munkáit. Én mondjuk, amit a leginkább kiemelnék tőle, az a nagy csé, mert igen. az úgy valamennyire humoros is, de és is, valamennyire, komolyos, is, valamennyire komoly is, tehát én azt szeretem, amikor Zoli nagyon jól lavíroz ebbe, hogy azért önreflexív, de jut valamiféle konklúzióra, ami nem feltétlen azt jelenti, hogy szar az élet. Igen, és, egyet egyetértek. És igazából én kezdeném inkább a kasztitasznak a pozitívumával, mégpedig a rizónyomással. Uh -huh. Mert marha szépen, tehát nagyon tetszik ez a két színnyomás, nagyon jól is áll neki, tehát nagyon ügyesen játszik a színekkel, nagyon tetszik ehhez a papírhoz, ehhez a fajta nyomás, tehát olyan, van egyfajta ilyen antik. Egyetértek szerintem gettől, is nagyon, nagyon jó a, maga az, anyag anyaghasználat, ugye a megjelenése a kötetnek. És szerintem ez is úgy nagyon ad jó. is hozzá a, a, magához, a témához. Tehát egy picit úgy érzed, mintha egy padláson talált régi valamiféle ilyen kis szórólap szerűséget találsz, amit mondjuk Isten tiszteleten osztogattak, vagy nem tudom, tehát egy ilyen kategóriájú. És tehát, hogy, hogy úgy az olinak általában munkájú azért szeret a technikai oldalával szötymötyölni, és ö, Például ja, lenne... ezt az zines az vonalat, ezt így az utóbbi években fedezte fel magának, Igen, és, 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 és nagyon sokszor és... kirándul ebbe az irányba. És nagyon sokszor, tehát hogy érződik az, hogy a Zoli azért tudatosan válogat ezt, tehát nem csak azért, hogy hú, ezt próbáljuk ki, hanem mit tudom én, a, a Jojabi és Izmiránk, ami szintén egy egyébként tök jó cucca, uh, ahhoz is nagyon jó lehet, tehát egy ilyen ifjúsági... Kiadványi feelingje lett tőle, hogy hogyha egy ilyen balatonparti kis üdülőháznak a pincébe megtaláltunk volna egy régi úttörő és akkor olvassuk el Jolyabé és Tizvirán kalandjait. Uh -huh. Tehát egy ilyen kis cuki az egész. Nagyon jó a választás. A témával több bajom van. És nem azért, mert én alapvetően nem vagyok egy vallásos ember, mert szeretek uh -huh. érdeklődni dolgok iránt. Nincs lezárva a sztori. Uh -huh. Hát szóval egyébként még ennyire ne előre, hogy így egyből lezárásig. Tehát, hogy ugye magával egyébként Koska mondtuk ugye a téma Nekem egy nagyon nagy pozitív, amit az utóbbi években kezdett el, hogy ugye mind a firka komiksz, mind ugye az új képregények alapvetően egyértelműen önéletrajzi ikletésű volt, és a saját szemszögén keresztül mutatott be mindent. És szerintem Koska nagyon jót tett az utóbbi évekbe. Jó, jó, jó tettek. Jó, jó, tett jó jót tette! Tett, jó jót és rizvirángot! Ugye az utóbbi években egy kicsit a saját nézőpontból így kijebb lépett. Tehát, hogy itt eltávolodott saját magától, és elkezdett olyan képregényeket készíteni, amikben más nézőpontokat mutat be. Ennek ugye szerintem akár példája ugye a, a nagysé, a Jójabi és Rizmi számomra ugye az eddigi legjobb munkája, tehát nekem az Igen, a kedvencem. Nekem is. Pont azért, mert ugye úgy vegyíti a könnyedséget és a, a komolyságot, hogy ez nagyon jó egyensúlyt teremt vele, és megjelenésre is egy nagyon szép kötet. És ez szerintem ez a kötet, ez pedig így valahol egy kicsit így, így fél távon helyezkedik el a kettő között, hogy egyértelműen van nézőpontváltás, mert itt is ugye egy női főszereplőn keresztül mutatja be az eseményeket, viszont ugye megvan benne ugye egyértelműen az önéletrajz is, tehát valahol a kettő között. De egyébként az is lehet, hogy valójában az egész egy marha nagy blöff igazából Zoli részéről, és nem is váltott nézőpontot, hanem akár a nagysébe, akár a jójabiba, ugyanúgy beleírta a saját élményeit, csak vele a karakter, más, más mivel karakter, ugye más a karakter, igen. ezért ugye nem annyira feltűnő, hogy már meg én magáról rajzol, meg magáról ír, csak ugye egy, egy másik karakteren keresztül adja akár nekik Hosszat ugye a saját teszem, Nem baj, hogy Zoli magáról rajzol, meg magáról ír engem például. Nem frusztrál azért ez a dolog. Tehát, hogy én amúgy szeretem az Olinak ezt a fajta dolgait. Inkább, azon már inkább szoktunk pörögni, hogy milyen a téma és hogy milyen a hangulata. Tehát, és nem is feltétlen azért, mert hogy baj lenne azzal, hogyha egy picit az önreflexívség ám egy olyan irányba, ami egy kicsit ilyen kesernyés vagy keserédes, mm -hmm hanem például jelen esetben az, hogy én például nem nagyon tudok azonosulni a főszereplővel. De akkor igen, akkor egy kicsit beszéljünk magáról a sztoriról is, mert ugye arról még egy szó nem hangzott, de ugye igazából. Ugye maga a történet főszereplője, egy fiatal lány, aki az első párkapcsolatában van, és ő ugye alapvetően egy nagyon vallásos neveltetést kapott, ezért ugye neki feszültséget, problémát okoz az, hogy ugye hogyan élje meg ugye a szexualitást ebbe a párkapcsolatba, és így folyamatosan őrlődik ugye a, a hitek között, hogy amit, elak, amit, szeretne is elkövetni az igazából bűn, de közben valamennyire ezt kívánja is, és ugye nyilván mivel a, a párja ő ugye nem egy, egy vallásos ember, ugye ő is szeretné ezt idézőjelbe erőltetni, ugye. Számomra egyébként nem nagyon derül ki a képregényből, hogy a, a fiú karakter most azzal, hogy ezt ő is szeretné, ezzel vajon rosszat akar, e vajon túltolja -e ezt, vagy egyszerűen csak nyilván ez egy természetes Igen, tehát, vágy, egy párkapcsolatban és kész. Nincs, nincs, nagyon tehát nagyon hmm. erre az egy belső konfliktusra fókuszál ez a kiadvány, és emiatt nagyon rövid is gyorsan feloldódik ez a probléma, tehát hogy ilyen, Nincs úgymond igazán konfliktusa a történetnek. Uh -huh. Van egy, ami, amit úgy pár oldalon belül föl is oldunk, ugye ez maga az, hogy, hogy a lány szeretne, de nem szeretne házasság előtt lefeküdni a sráccal. Viszont de én azért nem tudok azonosulni a karakterrel, egyrészt ugye a Mert nem vagy vallásos. Mert nem, vagy vallás. nem vagyok vallásos, van. egyrészt. Másrészt maga a, a konfliktusa nekem egy kicsit ilyen mm, kérdőjeles. Tehát egy picit nem tudom hova tenni azt, hogy megérthető az teljes mértékben, hogy a srác egy, úgy látszik rajta, hogy nyomul. Uh -huh. És ez, és hogyha egy, és tegyük tisztába a dolgokat, ha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Tehát, hogy, és ez uh -huh. tök rendben van. Viszont, viszont van benne egyfajta évődés, hogy szeretne valamit. Ez az első oldalon tök látszik, mert kapásból egy nyitunk. Igen. Tehát mm. igazából, és nem is az, hogy nem tudok vele azosulni, mert nem ítélem el, csak egyszerűen szerintem annyira nincs kifejtve a dolog, hogy így nem, tehát mint hogyha egy picit jobban rá lenne hagyva az olvasó fantáziájára, hogy ezt hova rakja magában. Ja és tudom, én egyébként pont magában az alapkonfliktusban nem is feltétlen igényelem a, a nagyobb kifejtést, uh -huh. mert szerintem valójában ez, ez egy abszolút érthető konfliktus mindenkinek, aki ugye volt hasonló helyzetben. Tehát hogy uh -huh. nem fejtődik ez úgy ki jobban benned se. Egyébként Aha. ugye én is ugye alapvetően, tehát a, a történet ez hasonlóan, egyébként én is ugye vallásos neveltetést kaptam, és ugye ez a konkrét konfliktus bennem is bennem volt. Aha. Tehát, én abszolút nem igényeltem azt, hogy de hogy ezt racionálzálnia kellett volna a karakternek, a. hogy de én szeretném, de nem tudsz akárhányszor leírjuk, Értem. ez a konfliktus megvan. Így Jó, is, úgy tegyük is, hozzá, tehát. hogy én egy full megkeresztleten mm. pogány sámán hülye gyerek vagyok. A. Innentől kezdve azért nem nagyon érzem át a konfliktust, ez, ez nem hibája a kötetnek, csak, mm. csak egyszerűen Plusz... egy olyan specifikus téma, ami, ami bizonyos embereknek jobban le fog esni, bizonyosnak pedig, mint például. Szerény, buta személyemnek nem. Meg egyébként szerintem ugye nagyon sok ember úgy is tudhat ezzel a konfliktussal azonosulni, ha egyébként nem vallásos. Tehát én azért úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok emberben vallástól függetlenül van ugye az első szexuális együttléttől, ugye félelem, frusztráció, tehát hogy Aha. akár ebbe belemenjen le, egyébként szerintem ez valószínűleg ugye félhetőleg nőknél jobban meg is van, az De történt, ugye igen. nyilván náluk, ugye ők vállalják a nagyobb kockázatot igen. egyértelműen ebbe a szituációban, ugye nem a fiúk. Tehát, hogy szerintem akár a vallás nélkül is ugye lehet megfelelési kényszer fiúknál inkább az jellemző, hogy vajon úgymond elég jó leszek-e, a teljesítményem elég jó lesz. Tehát szerintem nem csak a, a vallásban, hanem ugye egyfelől ez a médiának is van, hogy ez a kompra hatása, hogy hogy így egyszerre van démonizálva a szex, és egyszerre van istenítve. Tehát körülbelül ez ah. így egyszerre jön két oldalról, hogy kb. úgy állnak hozzá, hogy ez kell, hogy legyen a világ legjobb dolga, de közben pedig a másik oldalról folyamatosan az folyik, hogy ne csináld, mert milyen szörnyűség ez. És szerintem ez nem csak, nem csak vallásos emberekben hagyhat pont ezért frusztrációt. És a sztorinak a középpontjában ugye ez a párkapcsolat el, Igen. amiben a srác érezhetően azért próbál nyomulni a, a lány felé, tehát hogy türelmetlen is. Mm -hmm. Valahol érthető az is, hogyha ő akarna valamit, akkor... Tehát egy picit érdekes kérdés az, hogy nem, nem nagyon látjuk át, de ezek szerint azért lezajlott egy kommunikáció kettejük között, hogy hogy figyelj, én nem, mert ugye szeretném házasság mm -hmm. után. A srác ebbe ezek szerint belement, de... Tehát mégiscsak... De nyilván továbbra is vágyik rá. Továbbra ugye? is vágyik rá, és ezért egyfajta elég negatív hatás, elég negatív nyomást tesz így a lányra, aki, akiben ez a frusztráció tök joggal így fellép, és ezért ő azt mondja, egy rövid gondolkodás és önfeldolgozás követően, tehát azért látszik nagyon, hogy megviseli őt ez. Igen, tehát egy elég érzékeny karakterről beszélünk, és egyébként ez pozitívumnak ö, hoznám fel, mert ö, alapvetően. Tehát örülök annak, hogy Zoli beleteszi úgymond ilyen érzelmi dolgokat, hogy hogy azért tényleg a lány ki van tőle, tehát hogy, hogy hát érezhető, igen, mint egyetlen, Mondjuk a, általában a, a, a romantikus karaktereknek a a romantikus történeteknek a karakterei. És uh, viszont, uh, tehát ut utána egy nagyon gyors feloldás uh, történik, legalábbis az én szemszögemből. Uh -huh. Tehát utána szakít a csávóval, egy kicsit uh, szomorú? szomorú, és utána boldog. Igen, utána igazából úgy érzi, hogy a helyes döntést hozta meg, és hogy ugye úgymond megerősödik a hitében gyakorlatilag a történet végén. Egyébként bevallom, hogy nekem is ugye a lezárás egy kicsit furcsa, és ugye ezen gondolkoztam is, hogy valószínűleg azért, mert ugye az, ugye én ugye a saját helyzetemben, és egyébként én is ezt feldolgoztam képregényes formában, csak ott nem a vallás terén, hanem ugye inkább ez a belső tehát, hogy akár ugye a megfelelési kényszer, hogy ugye, mikor az ember már ugye tínédzser, akkor a közelsége felé van, és ugye, van hogy első. még mindig úgy érzi, hogy ciki, hogy igazából még mindig szűz, de közben egyszerre fél is tőle, ugye nekem erről a konfliktusról szól, ugye a testvérek című Igen. képregényem. És ugye számomra egyébként a feloldás valójában az, hogy az ember ugye... Nyilván ki tud alakítani párkapcsolatot, ugye annak minden előnyével, ugye akár fizikailag, mentálisan, stb., és hogy már megszűnjön benne ez a félelem. Tehát, hogy együtt tudják. El, ez egy olyan tapasztalati pontra, ahol vissza tud úgy nézni, hogy igen, ezt átéltem, tök nem kellett volna tartanom ettől, de most már ezt nem csak, hogy tehát Igen. Eddig is tudtam, de most már át is éreztem. Tehát, hogy fel tudtam Valahogy úgy, tehát, hogy szerintem számomra az lenne a valódi feloldás, amikor az ember ugye megbarátkozik igazából a saját testével is, és a hite is megmarad. Tehát számomra akár mondjuk a a Blankage, ugye azt szerintem mm. egy hasonló konklúzióra Szerintem jut. ez Zoli valamennyire bele akarta vinni a végébe, csak annyira úgymond nagy vonalakban mutatta ezt be, hogy nem feltétlenül Aha. jön át. Tehát, hogy alapvetően az, hogy ő egy ilyen pozitív képet fest le a végére, az szerintem abban benne van ez, hogy ő, ő csak alapvetően nincs úgy kifejtve, hogy ez feltétlen. Aha átjöjjön az embernek. Igen, egyébként nekem is pont ezért egy egy hosszabb kifejtés hiányozna. Meg, mert hogy mi történt a srácsal egyébként? Akkor. Hát akár az, hogy mi történt a srácsal, hogy mi történt a csalja, hogy egyébként vajon számára ugye az is lehet, hogy ez a szakítás hozott, ugye, feloldozást, és vajon hogyan folytatódott az életet. Tehát lehet az akár, hogy megtartotta tényleg a tisztaságát a házasságig, és boldog házasságban élt, vagy később egy másik kapcsolatban ezt a félelmét le tudta küzdeni, és belelépni egy testi kapcsolatba, amivel tényleg jól érezte magát, hogy vajon, vajon mi lehetett számára a folytatás, ez ugye hiányzik. Igen. És ez így egy kicsit, számomra hiányérzetet ad, hogy egyszerűen csak valahol elvágtuk a sztorit, de, éred, de valahol a konfliktus benne szerintem benne megmaradt, mert nyilván, ha, ha, újra belép egy kapcsolatba, a konfliktus újra előjön ebbe a formába. Igen, mert egyébként a, a történet nyitó képeiből akadó probléma nincsen feloldva, hanem Nincs, els, hiszen, els, hogy els Igen, tehát hogyha ő számára ugyanúgy, bár maga az önkielégítésre is úgy tekint, mint bűn, akkor ez igen. nem fog feloldódni. Tehát, hogy hát, látszik, hogy a barátnője mondja, hogy nincsen ezzel semmi, és győzködik is magát, de egyfajta, tehát nincs benne feloldás. Tehát, igen, tehát, én is ezt hiányoltam tehát, így a végén. És tehát, hogy, hogy tehát, hogy föl van vázolva egy szituáció, és igazából ennyi. Tehát, hogy nem következnek a szakításon kívül nagyon ezekből semmi olyan dolog, ami úgy vinni előre a karakterfejlődését. Tehát az a fajta karakterfejlődés, ami lezajlik, az elég kérdőjeles. Igen, tehát, mert igazából magát -e a konfliktus valójában, nem oldja meg valójában. Magát hitegeti-e valójában a karakter, vagy tényleg történt egy feloldás, ami, ami, amit nem feltétlenül érzünk elég erősnek, tehát így, így nagyon kérdőjel az egész, hogy most hogy most hova tegyük igazából azt, hogy hova jut a karakter. Ami egy... szerintem kicsit Igen. Több munkát igényelt volna ilyen hát hosszabb, hosszabb, kifejtést igényelt volna a sztori. Viszont még egy pozitívum eszembe jutott, ami lehet, hogy egyébként Pádinak szintén nem tűnt fel ugye a, a vallás hiányába. Ugye ez pedig ugye, a film, amivel... Tehát nagyon sokszor alkalmaz akár zeneszámokat, akár filmeket, amiket párhuzamba állít ugye, a történettel. És ugye ebben az esetben egyébként az a párhuzamba válított film, ez ugye a, a Krisztus Ittosan utolsó megkísértése, ami szerintem ilyen szempontból egy tök jó választás volt a történet, mert ugye pontosan abban a filmben, is, ugye, az egy központi téma, hogy ugye Krisztus esetében az emberé válás, ugye, akár ugye hogy az, hogy ugye családja legyen, akár hogy ugye szexuális kapcsolata legyen, hogy ugye ő is ugye mindenről lemondott, ugye azért, hogy ugye megváltó lehessen helyette, tehát hogy őnek is neki sem volt ugye a párkapcsolata, és ez a párhozam, ez így szerintem tök érdekes a történetemben. Uh -huh. Ez szintén egy ilyen jó pontja volt, a fénypontja. pontja. A fénypontja? Nem, lát, lát, nem, láttam pontja. a filmet. Igazából... Egyébként egy kifejezetten jó film, szerintem. De részleteket láttam belőle, de nem láttam meg. Hát a... tehát én nem tudok nagyon nyilatkozni erről. Illetve Zolinak egyébként tök szeretem az ilyen bevágásait, például lát, ugye a Csatamásos. Igen, az, Ez az az. Az baj, hogy Csatamás nagyon hallgattam. Tehát, hogy így ezek Zolinak általában olyan érdeklődési köre van, ami nem találkozik az enyémmel. Én amúgy sokszor rá szoktam keresni azokra a zeneszámokra, amiket felhoz benne direkt. Ügyel és viszont akár pont... Akárha jóabb meg más És regényel. viszont pont ezért vannak néha olyan rádöbbenések, hogy ah, ez tök jó, csak mivel nem az érdeklődési körüm, így ez általában ennyibe is maradt, hogy aha, ez tök jó lapozok tovább. Azaz. de legalább a Christopher Walken számot, azt ismertük. Hát igen. <laughs> igen. A vérengző Woken Vampir rejtélye című képregényből. Ja, úgyhogy igazából. Egyébként szerintem ez egy, egy nagyon jó szerzői képregény, viszont ja. tényleg, tehát Zoli-nak ebben az esetben ugye a, a Commerce-ből egy ilyen visszalépés volt a szerzői irányba, ez mindenki nyilván eldöntheti, hogy most jó-e vagy rossz-e a témaválasztás, a, a megjelenés. Kérdése, igen. igen, ez teljes mértékben ízlés kérdése, hogy mindebbe a jóval szerzői, jóval elvontabb irányba ment el, ugye ez lehet, hogy lesz, akinek jobban tetszik, van, akinek kevésbé. Viszont szerintem tényleg, aki szereti az ilyen típusú, tehát egy fő ilyen gondolatébresztő, rövid képregényeket, az érdemes egy próbát tennie vele. Maga a kötet megvásárolható. nagyon jó. A Five Panels webshopjából is majd lent linket is kiteszünk róla. Igen, Igen témálak, tényleg nagyon jó, és ugye tényleg na, több ellentétes nézőpontot ütköztet. És igen, hogyha nem addig fajul a dolog, hogy hülye oh, vagy, mert értelmes beszélgetéseket érdemes ezekből kihozni, hogy igen, tehát mi, mi például, tehát egy elég vallásos körben jön, mm. én is, viszont én pont emiatt nem vagyok vallásos, tehát nálunk azért. Igen, nálad inkább trauma volt. Nah, a inkább vallás, mint, volt igen. a vallás, mint sem, mint sem pozitív élmény. Pozitívma. Tehát úgy, a családunknak a, a történetét elég erősen meg is határozza. De pont ezért tehát egy, egy nagyon ellentétes pólusai vagyunk ennek a témának ilyen szempontból. Mm. És tök jókat lehet erről beszélgetni. Csak ugye fontos az belátni, hogy nem szabad hülyének nézni a másikat, mert máshogy gondolkodik. Igen, ebben nem hogy Peti. Egyetlen. Nem nem szóval Na. Úgyhogy ilyen pozitív lezárással intézzük el ezt a kocsma pultot. Köszönjük, Köszönjük a figyelmet. Figyeltetek minket. Én Pádi voltam, ő pedig Peti. És várunk titeket legközelebb is a következő kocsmapult adásba. Sziasztok! Sziasztok.